Új partnerrel környezetbarát módon folytatódik a roncsautók elszállítása Budafok-Tétényben. November 7-én két autót is elszállítottak a kerületből, az elsőt a Fácán utcából vitték el. A helyszínen azt is megtudtuk, hogy hogyan történik a használaton kívüli autók elszállítása. Minden esetben két lehetőség van. Az egyik a felügyelő észlelése alapján, illetve a lakosság különböző platformon, fórumon való bejelentése alapján, ez lehet e-mailbe, vagy a Budafok-Tétényre rendszeresített applikációs rendszeren keresztül. Ilyenkor a közterület felügyelőhöz érkezik a bejelentés, konkrétan egy kollega foglalkozik a bejelentések kezelésével, ezzel összehangolva a munkát, kiérkezik a helyszínre, megállapítja, hogy a gépjármű üzemképtelen vagy roncsgépjármű, ez különböző jogszabályi előírások alapján tudja megállapítani. Ilyenkor, ha a megállapításra az került, hogy üzemképtelen vagy roncs, akkor nyilvántartásba kerül a gépjármű. Budafok-Tétény önkormányzata fontos feladatának tartja a közterület rendben tartását. Ehhez kapcsolódik az üzemképtelen, illetve a roncsautónak számító gépjárművek elszállítása, valamint az úgynevezett közbiztonsági elszállítás, amikor a parkolóautót feltörték, vagy szélvédőjét betörték, ezért a további károkozás elkerülése érdekében szállítják el a járművet. Minden esetben, amikor megállapította ezt a tényt, hogy közterületen áll, és nem magánterületen, illetve üzemképtelen vagy roncsgépjármű, akkor a közterület felügyelet által rendszeresített matricát helyezünk el, ezzel tájékoztatva az üzembetartó tulajdonost, hogy a gépjárműve szabálytalanul van elhelyezve közterületen. Úgymond felhívjuk ezzel a figyelmét, majd amikor ez megtörténik, akkor a kollega ismételten a tulajdonost, hogyha meg tudta állapítani a rendelkezésre álló információk alapján, akkor levélben is tájékoztatja, úgymond ezzel is felhívja a figyelmét a tulajdonosnak, vagy az üzembetartónak, hogy a gépjármű közterületen szabálytalanul van elhelyezve. Hatályos jogszabályok alapján mellékútvonalon 10 napig lehet tárolni a gépjárművet, főútvonalon szinte lehetetlen tárolni, itt azonnalos elszállítással lenne lehetőségünk, de törekszünk arra, hogy a lakók a tájékoztatás után legyen határidejük az elszállításra. Fontos tudni, hogy abban az esetben is kezdeményeznek hatósági eljárást, ha a gépjármű a KRESZ szerint szabálytalanul parkol. Az elszállítás díja 17.500 forint. Amennyiben a tulajdonos vagy az üzemben tartó a szállítás közben a helyszínre ér, féláron 8.750 forintért válthatja ki az autót. Azoknál a gépjárműveknél, ami rendszám nélküli közlekedésre alkalmatlan a műszaki állapota miatt, itt gondolok olyanra, hogy futóműve hiányzik, tehát egyértelmű, hogy ez közötti közlekedésben nem tud részt venni. Jelenleg olyan 13 autó várakozik. Olyan gépjármű, ami közötti közlekedésre alkalmas, hatósági jelzéssel rendelkezik, de műszaki érvényességgel nem, az körülbelül olyan 64 gépjármű jelenleg. Jövő héten várható ismételten egy két autó elszállítása. Tehát akkor mondjuk két hetente két autó eltűnik az utakról? Igen, körülbelül két hetente. Ugye itt a további adminisztrációt is figyelembe kell vennünk, a tájékoztatási kötelezettségünket figyelembe kell venni. Ilyenkor, amikor elszállítjuk a gépjárművet, akkor ismételten tájékoztatnunk kell a tulajdonost. Ha nem tudtuk megállapítani azt, hogy ki a tulajdonos vagy az üzembetartó, akkor fel kell nyitnunk a gépjárművet, és majd utána tudunk mindenkit kellően tájékoztatni. A szállítás után a járművet 180 napig egy telephelyen őrzik, melynek díja napi 1200 forint. 6 hónapon belül bármikor kiváltható a gépjármű. Amennyiben ez nem történik meg, akkor véglegesen kivonják a forgalomból és megsemmisítik. Mindig, amikor elvisztük a gépjárművet, ezt a jogszabály ismételten leszabályozza, egy tájékoztató matricát kell elhelyeznünk a gépjármű helyén, ahol várakozott a gépjármű, vagy a környékén, ezzel ismételten tájékoztatva a tulajdonos üzembetartót, hogy a gépjárművet elszállítottuk. Ezen a tájékoztatón ismételten a jogszabályi hivatkozások vannak rajta, illetve rajta van az is, hogy hova került a gépjármű. Az elszállított autók rendszámait megtalálják a közterület felügyelet honlapján.